Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a hétvégi szerelmi jóslás péntek, szombat, vasárnap. Először is megnézzük azt, mit mutatnak a kártyák a pénteki napra, ami bal oldalon látható. Ott felül megjelenik a főpapnő. Az jelentheti azt, hogy egy spirituális területen dolgozol, vagy érdekel ez a téma, de amit a főpapnő még jelenthet, a titkok, hiszen őrzi a sorsok könyvét. És ebben most megbízhatsz, hogy minden úgy alakul, ahogy ez a sorsok könyvében meg van írva. Mondhatnám azt is, minden úgy alakul, ahogy a csillagokban meg van írva. Sőt, alatta, a kép alatt látható a varázsló, ezzel a varázslatos kisugárzással, és segít, hogy mindez megvalósuljon, vagy hogy jóra forduljanak a dolgok. A varázsló jelentheti, ugyanúgy, mint a főpapnő, a spirituális területet, mert téged ez a terület érdekel. Kettőtök között megvan a varázslatos kisugárzás, és a varázsló segít, hogy minden jóra forduljon, de nála vannak még problémák, kihívások, de ő ezt most megoldja. Hiszen látható a képen, ott bal oldalon, hogy tudatában van az ő saját magasságával, hogy mire képes, és látható, hogy ő győzött a helyzet felett, vagy győzött valaki felett. Itt voltak a múltban problémák, ezt ő most megoldja, vagy már megoldotta. Itt van egy szerencsés fordulat, és tanult a helyzetből. A szombati nap középen látható. Ott felül megjelenik, és látható, hogy döntéseket hoz. A kettes szám az lehet két lehetőség, ahol most ő töpreng, melyik úton haladjon. A kettes szám az jelentheti a párkapcsolatotokat is, téged és őt, de ő tervez egy új irányt. Itt lesznek változások. Sőt, ez lehet egy utazás is. Ami a munkát, a hivatást illeti, itt lehetnek lehetőségek, és a kettes szám jelentheti a szerződéseket. Alatta látható az a férfi, aki sok mindent cipel, és ez mutatja az ő tartását. A tízes szám az jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik az ő életében, vagy kettőtök között, ezek lehetnek munkahelyi változások, vagy valami változik a párkapcsolatban, de látható, hogy még sok minden cipel. Én úgy érzem, hogy itt több életterületről van szó. Tervez egy új kezdetet a munkahelyen, vagy tervez változásokat a családon belül, vagy veled együtt akar egy új irányt, egy új kezdetet, vagy utazásokat. Sok mindent cipel. Lehet, hogy valamit el kellene engednie, és mondani, ez most nem olyan fontos, és koncentrálok arra, ami tényleg fontos lehet számunkra, és ez a párkapcsolat. Ott látható ez a király. Ez a király őt szimbolizálja, hiszen elfoglalja a helyét az életben. A kezében van az arany érem. Az jelentheti azt, hogy rendezi az anyagiakat, vagy jelentheti a munkáját. És mivel mint egy király jelenik itt meg, lehet, hogy előre lép a munkahelyen,
és egy ilyen főnök beosztásban fog dolgozni, vagy biztos a dolgában, és megvan ez a büszke királyi tartása, tudatában van azzal, hogy mi a tehetsége, hogy mit tud elérni a munkahelyen. Ami kettőtöket illet, figyeli az eseményeket, és veled szemben is úgy lép fel, mint egy király, megvan a büszke tartása, és elvárja azt, hogy úgy kezeld, mint egy uralkodó, mint egy király. A vasárnapi nap az jobb oldalon látható. Érdekes, hogy szombaton még megjelenik, mint egy király, vasárnap pedig, mint egy olyan kisfiú, aki még gyűjti az élet tapasztalatokat. Ez a kisfiú ott fent, ez lehet egy új kezdet is, mivel itt is az érmékről van szó, ő odafigyel az érmékre, ez lehet az anyagi helyzet, hogy most itt vannak kisebb kiadások, vagy kisebb bevétel, de utalhat a munkahelyére is. Az egyik képen megjelenik, mint egy király, a másikon meg, mint egy diák. És én úgy gondolom, hogy itt két különböző munkahelyről van szó. Az egyik a fő állás, a másik pedig most egy új kezdet, egy új irány, vagy valaminek a tervezése, például egy magán cég tervezése, amit mellékállásban szeretne megvalósítani. Persze ez az arany érem a kezében, a kisfiú kezében jelentheti az értékeket is, mint király biztos a dolgában, de ha kettőtökről van szó, elvárja ugyanazt, hogy úgy kezelt, mint egy király, de saját maga olyan kis bizonytalan veled szemben. És itt vasárnap te jelensz meg, mint egy királynő, és uralkodsz a víz eleme felett. Ez jelenti az érzelmeket, kihat a párkapcsolatra. Jelentheti az intuíciódat, vagy az inspirációt, és ő ebben megbízik. Ő inkább odafigyel a reális dolgokra, de tudja az, hogy a te belső hangod, az a bölcsesség, és kikéri a véleményedet. Nem csak ami kettőtöket illet, hanem ez lehet egy munkahelyi változás is, és kíváncsi arra, hogy hogy gondolkodsz te erről. Minden esetre lesznek változások, hiszen itt irányítjátok a dolgokat, megjelenik ott a csónak jobb oldalon, tehát az egyik partot elhagyjátok, lesznek változások, és evesztek egy új part felé. Ez lehet egy közös tevékenység, ez lehet valaminek a megszervezése, ez lehet egy lakhelyváltozás, vagy a párkapcsolatban lesznek változások. De ő nem egyedül akar dönteni, hanem szeretné kikérni a véleményedet. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Dendera Susanna Medici. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!